Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötét ellik. Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. 1920. június 4. Megállt az élet Magyarországon. Akkor is harangszók jelezték, olyan tettek a magyarsággal, amely 1100 év alatt még nem történt meg soha. Ma azt mondta a parlamentben Kövér László, hogy a hentesek feltettek bennünket a hentes pultra, és levágták kezeinket, lábainkat és a fejünket. Hihetetlen, de nem Trianonban dőlt el a sorsunk. A románok már 1916-ban a világháború kellős közepén jelezték, hogy őnekik kell Erdély. Hihetetlen, hogy mit tettek ezzel a nemzettel, az a sunyi háttér alkuban, amelyet a nagy szövetségek fűztek egymás között. Soha nem megbocsátható, és azt gondolom, lehet, hogy soha vissza nem fordítható. Csak Romániához nagyobb területet csatoltak, mint Magyarország jelenlegi része. Jelenleg 93.000 négyzetkilométeren vagyunk, Romániához 102.000 négyzetkilométert csatoltak. És jelezték a románok, hogy még kérnek. Az egyik delegáció vezetője Romániából, az egyik diplomata azt mondta, hogy van három olyan város Magyarországon, amely mindig is román volt, és kérdezték, hogy mi volt az. És megérte kimondani a neveket, így mondta, hogy Debreceni, Segedi, Békés-Szabai. Debrecenről, Szegedről és Békés-Csabáról beszélt. És megkérdezték tőle, hogy ez román város volt. És mondta, hogy igen. Hát menjenek el, nézzék meg. Esténként román édesanyák énekelnek románul a kisgyermekeknek. Ezt úgy hívják, hogy történelem hamisítás. Az egyik francia delegált, diplomata azt mondta, hogy úgy kéne elosztani az országot, hogy ne maradjon belőle egy sem a régi Magyarországból. Oda kéne adni Csehszlovákiának, Jugoszláviának és Romániának. A delegációnkat, mikor odahívták, már mindent eldöntöttek. Hihetetlen, hogy Európában, a világon ilyen büntényt egyetlen egy ország ellen nem követtek el. Érdeklődöm, kibírunk-e még 100 évet? Ma fejet hajtunk mindazok előtt, aki a határ túloldalán születtek, élnek vagy megszülettek. Mert ők az elmúlt 100 évben hihetetlen, hogy mennyit szenvedtek. Ezt a szenvedést nem tudjuk visszaadni. Tudunk-e módosítani mindazon, amit csináltak velünk? Meg tudjuk-e változtatni a történelmet? Igen, meg tudjuk. Nem szabad egyetlen magyar embernek sem belenyugodni abba, amit tettek velünk. Európát újraosztották az újkori demokráciában. Jugoszláviából Szlovénia, Horvátország, Szerbia lett. Csehszlovákiából Szlovákia és Csehország. Szovjetunió darabokra hullott. Miért csak mi vagyunk azok, akik hallgatunk, akik belenyugszunk abba, amit úgy vélnek sokan, hogy megváltoztathatatlan.
Én azt gondolom, hogy nem. Mintegy 1 100 000 ember tette le az esküt, hogy magyar állampolgár akar lenni. Nemzettársainkból honfitársainká váltak. Én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot folytatni kell. Ma őrtüzet gyújtunk. Azért, hogy lássák a szomszédban is, hogy nem hagytuk őket magukra. Hogy fontosak nekünk, és tisztelegjünk az elmúlt 100 év szenvedéseiért. Engedjék meg, hogy egy olyan gondolatsorral zárjam szavaimat, amely gondolatsor a Trianon után íródott, Radványi Kálmán írta is. Ez a gondolatsor a vártáról szól, a várt az őrhelyen állást, őrségen állást jelent. A gondolatok a következő képen szólnak. Őrségen álló, magyar vagyok. Apám a Kárpát hegyfalát védte, dacos erővel. Meg is halt érte. De engem itt hagyott! Itt hagyott, hogy áram a vártát, és készen legyek, ha mozdul a Kárpát. Töretlen nagy hittel nézek előre, mert hiszem a hajnalt, a fényt, a napot. Karmait a kincsak válja be mélyen. Hadd fájjon bennem, ami elveszett. Hadd fájjon a Kárpát, az Erdélyhegyek, a Szovát, a Brassó, a kincsesmezők, minden fűszála, minden kis virága. A szén és az éjszer titkos szén virága. Virasztókinok ébren tartsanak. A föld erői erőt adjanak. Fejem lehajtom a magyar talajra, és hallgatom a holtak nagy parancsait. Szólózám Doberdó, Kárpát-hegyek alja, belga mezők, Szibéria busz temetője. Hangos ajakkal csak egyre tanít, hogy keményen, dacosan álljam a vártát. Készen legyek, ha mozdul a Kárpát. Egyszer! Tűz! Jöttem!